Jubileumra készül a Szekszárdi Iberikán Táncegyesület, ugyanis idén ünneplik megalakulásuk 20. évfordulóját. A műsorra természetesen sok-sok tánccal készülnek, amire heti szinten lelkesen gyakorolnak a gyerekek, valamint egy Európa kupán is megmérettetik majd magukat az őszi szezonban. Tehát a 20. születésnapot ugyanúgy ünnepeljük, mint eddig bármelyik születésnapunkat, ami közel 4-5 órás nagy műsorra fog majd kibővülni. Hát itt vendégelőadók lesznek, sztár vendégek lesznek, szokásunkhoz híven egy ilyen nagyobb duranást tervezünk, úgyhogy erre már most elkezdtük a felkészülést. Elviekben készülünk egy novemberi szerbiai Európa kupára, inkább a nagy csoport, tehát a középső csoport az most inkább kezdő, közép-haladó szinten van, tehát a haladói szint nagyon kevés, viszont a nagy csoport nagyon esélyes, hogy idén el tudjunk újra indulni. Ezek után ugye tervezzük a következő kis fellépéseinket, ami ugye december, az adventi időszakban lesz majd fellépésünk, tervezünk egy flashmobot, amit már most elkezdtünk csinálni, és valószínűleg a karácsonyi vásáron fogjuk majd ezt előadni. Úgyhogy tervek azok vannak, edzések vannak, gyerekek jönnek, hát próbálunk mi is magunkhoz térni, amennyire tudunk, de ez most már úgy néz ki, hogy elég jó stagnál. Óvodáskortól vehetnek részt a gyerekek az órákon, felső korhatár pedig nincsen, ahogy abban sincsen határ, hogy éppen milyen stílusú táncot tanulnak meg a növendékek, hiszen ez is széles palettán mozog. Tánc az nálunk elég terjedelmes, ugyanis nem ragaszkodom én 20 éve ahhoz, hogy egy szintet, vagy hát egyetlen egy táncstílus tanuljunk nálunk. Van hip-hop, house, modern táncokon belül gyakorlatilag minden megtalálható a tánciskolában, tehát showtánctól kezdve mi mindent csinálunk, és pontosan azért, hogy ne csak egyfajta módon fejlődjenek a gyerekek, hanem ismerjenek meg mindent. Az a tapasztalat, hogy akik felnőnek a kis csoportból, ők általában maradnak. Minden évben jönnek gyerekek, akik nem annyira kitartóak, ők természetesen lemorzsolódnak, de szerencsére nagy része az, aki itt marad és tudja csinálni. Hát most már nem ugyanazok, mint régen. Tehát most már az az elhivatottság, hogy én valamit akarok csinálni, és azt szeretem, és azt végigviszem, esetleg érettségig, hát az most már nagyon kevés. De ez nem csak nálam, ez most már minden sportban így van sajnos. A táncórákon két tanár foglalkozik a gyerekekkel, Móni mellett Szabó Lila az, aki már hosszú évek óta adja át tudását az egyesület fiataljainak.